Január 14-én Horváth Tamás polgármester személyesen fogadta, valamint virággal és ajándékcsomaggal köszöntötte a Városházán Ács Rozáliát, a Rákosmenti Védőnői Szolgálat vezetőjét, valamint Kosztolányi Edit területi védőnőt, akik az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiírt jó gyakorlat a védőnői munkában elnevezési pályázatra készített anyaggal értek el első helyezést. A legjobbnak ítélt pályamű a vírus helyzetben bevezetett és alkalmazott gyakorlati módszerek sorát összegezte. Úgyhogy akkor fogadjátok tőlünk szeretettel ezt a kis gratulálok. Horváth Tamás polgármester személyesen gratulált Ács Rozáliának, a Rákosmenti Védőnői Szolgálat vezetőjének, valamint Kosztolányi Edit területi védőnőnek, akik az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiírt jó gyakorlat a védőnői munkában elnevezésű pályázatra készített anyagukkal első helyezést értek el. A nyertes pályamű elsősorban a koronavírus járvány időszaka alatti helyszintű szakmai tevékenységekre koncentrál. A városvezető köszönetét fejezte ki a díjazottaknak, kiemelve, hogy a kapott elismerés méltán öregbíti Rákosmente hírnevét. Nagyon jó, hogy a Rákosmentén egy ilyen szakmai munka folyik, és ez most nyilvánosságra is került, az Országos Tisztifőorvosi Főszolgálatnál is láthatják, hogy milyen nagyszerű kolléganőink vannak, és hát természetesen az a legnagyobb öröm számunkra, hogy mindez itt Rákosmentén, Rákosmente hírnevét öregbítve, véve az országban, hogy a mi védőnőink igenis nagyon jó szakmai munkát végeznek, és a rendkívüli helyzetekben is tudnak alkalmazkodni. A pandémiás helyzet gyors alkalmazkodást kíván meg mindenkitől, és a kerületi védőnői szolgálat számtalan új módszert vezetett be, amelyek segítségével gördülékenyebben lehetett tartani a kapcsolatot a családokkal, sok esetben személyes kontaktus nélkül is. Utalt rá Ács Rozália. Természetesen, ahogy mi itt dolgozunk a kerületbe, ennek azért országos híre ment. És a pályázat már rég megjelent, és akkor felhívtak minket védőnő vezetők, hogy ti olyan jól csináltátok, osszátok már meg egy jó gyakorlat formájába. És akkor így a felkérésre csináltuk meg a pályázatot, és nagyon örültem, hogy egy fiatal kolléganő partnerként, tehát együtt csináltuk, én mint az idősebb, meg a vezető, és ő mint a friss, a mai elektronikus dolgokhoz, mindenféle távkonzultációs lehetőségekhez értve. Ács Rozália kiemelte, hogy az érintett családok rendkívüli együttműködést mutattak, fegyelmezetten viselkedtek és nyitottak voltak a telefonos konzultációkra. A védőnök 2020 áprilisában összesen 249, egy hónappal később pedig 345 alkalommal nyújtottak segítséget távmegbeszélés formájában. De a pályázati anyagban részletesen bemutatásra kerültek azok a speciális gyakorlati módszerek is, amelyeket az elmúlt hónapok során sajátítottak el a Rákosmenti Egészségügyi Létesítmény dolgozói. A háttéranyag összeállításában saját tapasztalatait is felhasználva Kosztolányi Edit területi védőnő segítkezett. A mindennapjaink során alkalmazzuk mi ezt, így annyira előkészületek nem történnek, hiszen tényleg a mindennapjaink része. Én először a várandóságokat, illetve a gyerekeket korcsoport szerint tekintettem meg, és így az őket érintő munkákban fejtettem ki a véleményemet a pályázat kapcsán. Gondolok itt arra, hogy melyek azok a felületek, ahol működött a távkonzultáció, illetve melyek azok a védőnői feladatok, amelyek személyes kontaktus nélkül nem végezhetőek. A védőnői szolgálat az oklevelet postai úton dr. Müller Cecília országos tisztifőorvostól kapta meg, a beérkezett írásokat pedig a Magyar Védőnői Egyetemek bírálták el.